Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Tulajdonképpen mekkora felfedezés ez, hogy 10-20 kilométer mélyen a Mars felszíne alatt folyékony víz van, és valószínűleg nem kevés. Ez annyiban új, hogy ugye eddig azt tudtuk, hogy a Marson van víz, a légkörben is, illetve hát a felszínen is találtunk már bizonyítékot, ezek általában fagyott, tehát vízjég formában vannak, mert ugye Marson azért sűrűbb is van, és nem olyan nagy mennyiségű, de ugye egy csomó nyom van, geológiai nyom is, hogy a felszínen is volt víz, tehát azt úgy lehetett tudni, hogy sok víz van. Az általános feltételezés az az volt, hogy ez a víz, ez ugye azáltal, hogy a Mars elveszítette az évmilliárdok alatt a légkörét, ezzel együtt elment. Na most ez az új felfedezés az lényegében arra utal, hogyha minden stimmel, hogy a víznek egy része az megmaradt, és az ilyen mélyre lement, leszivárgott idézőjelbe téve, ahol egy kicsit melegebb is van, és ott emiatt ott folyékony állapotban tud létezni. És egyébként ez azt is jelentheti, vagy jelezheti, hogyha ott folyékony víz van, tehát meleg van, akkor ott valamilyen szintű élet, a földi fogalomrendszer szerinti élet nyomai lehetnek? Elképzelhető, igen, hiszen ugye nálunk is azért a mély tengerekben is van ilyen részcsőt, illetve hát ugye a nedves területeken. Hogy ezt meg fogjuk tudni a közeljövőben, azt inkább kétlem, mert 10 kilométerre leásni azért elég nehéz, még a Földön is. Tehát ezek ugye következtetések, amelyeket szeizmométerekből, tehát a marslengésekből és egyéb feltételezésből hoztak ki tulajdonképpen, de ez minden esetre úgy tűnik, hogy egy ilyen szempontból tényleg nagyon fontos felfedezés, és egy csomó izgalmas kérdést nyit ki újra. Mert ugye arról már sokat beszéltünk, itt különösen a holdutazások kapcsán, hogy ott egy komoly gazdaság, egy úgynevezett ciszlonális gazdaság alakulhatna ki. Na most itt ez a gigantikus mennyiségű víz ezt fölpörgetheti a Mars gazdasági hasznosítását, hogy ez egy jó alap, de ehhez kellenének olyan ásványok és olyan egyéb anyagok is, amelyekért érdemes dollármilliárdokat költeni az odajutásra, illetve az ott tartózkodásra. Ez rövid távon semmiképpen nem fog ehhez hozzájárulni, ahogy az előbb említettük, hogy ez 10 kilométer mélyen van a feltételezések szerint. De most, ahogy mondtam, a Földön sem szoktak lefúrni 10 kilométer mélyre, és ez nem lesz könnyebb a Marson sem. Tehát ezt a vizet igazából nem fogjuk tudni a közeljövőben, sőt valószínűleg akár 100-200 éves távlatban sem kihasználni, tehát ennek inkább tudományos jelentősége van, mint gazdasági. A Marson megtalálható egyéb potenciális nyersanyagok, egyéb anyagoknak a felhasználása az izgalmas lehet. Ott ugye futottak is ez a MOXI nevű kísérlet, amikor a manyolika Mars légkörből oxigént vontak ki, ez már sikeresen működött, tehát ott azt nézik is, hogy lehet skálázni, de ugye a Mars még mindig viszonylag messze van, tehát a Holdon kell megnézni, hogy mik azok a technológiák, amiket esetleg tudunk ott alkalmazni, és ebből mit tudunk alkalmazni később a Marson, vagy hogy tudjuk megkönnyíteni legalább a logisztikát a Mars felé. Ez most egy ilyen nagyon utopisztikus dolog, de ha mondjuk a technológia hirtelen meg lenne arra, hogy ezt a 10 kilométer mélyen lévő vizet felhozzák a Mars felszínére, és ott lehessen vele bármit is tenni, vagy hogy ezáltal működtetni lehessen ott egy bázist mondjuk, ez felgyorsítaná a marsi küldetések sorát, illetve lenne mit csinálni ott? Hát ugye a Marson is szeretnének bázist létrehozni, illetve megnézni, hogy lenne tovább lépni. Ugye a Marson vannak olyan elképzelések, hogy a Földhöz hasonlóvá tegyük terraformájuk, de azért ez egy hosszú történet. És én most azt látom, hogy ez inkább a kutatás és a kolóniák egy ilyen előretolt helyőrségek létrehozása, hogy aztán ezek mennyire maradnak meg stabilan, azt nem tudjuk, de ugye ez az a folyamat, amit úgy hívnak, hogy az emberiség több bolygós fajjá válik remélhetőleg, tehát több bolygón otthon tudunk lenni, de azért itt lesznek még érdekes kérdések, ugye gravitáció egyebek mellett is, tehát mi a földi gravitációhoz vagyunk. Hogy mondjam, uzalozva, tehát hogyha mondjuk a Holdon vagy a Marson születnek gyerekek, akkor is ott nőnek fel, ők a Földön nem igazándiból tudnának megélni utána, nem bírnák azt a terhet hosszú távon. Tehát ez egy érdekes fejlemény lesz, ennek a kezdeteit talán meglátjuk az elkövetkező 10-20 évben. És ha már itt szóba jött a Hold, úgy tűnik, hogy ott sem gyorsultak fel az esélyek.
események. Sőt, ugye már el is múlt az a határidő, amit még korábban az amerikai elnök, a volt amerikai elnök megcélzott, hogy 2024-ben ember megy a Holdra amerikai űrhajós személyében. Ez most úgy tűnik, hogy egyre távolabb került, vagy nem? Az Artemis program azért fut, és jelenleg a 25-26-os emberes Holdra szállást azt még a célkeresztben tartják. Hogy meg lesz-e vagy sem, azt meglátjuk, csúszások lehetnek, de ugye mellette párhuzamosan fut a robotikus felderítéseknek a, hát armadát nem mondanék, mert az ennyire nincs, de ez te sok, ugye több robotikus szonda indul a Holdra, most is egységben van 3-4, ami a következő fél évben, 3-4 évben indul, és különböző kutatásokat és teszteket végez. Ugye ez benne van, és hogy ezeknek az eredményeitől függően erősen be is tud gyorsulni, de remélhetőleg be tud gyorsulni ez a folyamat. És ugye ezek közül a most várható indítások, küldetések között ott vannak a Pulispace fejlesztései is, ha jól tudom, vagy ott lehetnek. Legalábbis a Snooperről úgy hallottam, hogy az elég jól bevethető már. A Snooper az utazik, ha minden jól megy, akkor november végén, december elején indulunk az Intuitive Machines IM-2-es nevű küldetésén. Két vízszimatoló is van a fedélzeten, mind a kettő készen van, beszerelve, tesztelve, tulajdonképpen arra várunk, hogy indulhasson, és most gyorsulnak fel nekünk is még az előkészületek, hogy mindenre kész legyünk a működésre, az adatkiértékelésre, és itt annyit mondanék, hogy nagyon izgalmas tárgyalásokat folytatunk, hogy ez gazdaságilag is jó legyen, az adatok értékesítésével kapcsolatban, de erről majd egy jó hónap múlva tudunk beszélni. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Tartson velünk és iratkozzon fel a Trend FM YouTube csatornájára.